többször feljelentettek pályám során. Hogy például, hogy gondolok azokra az emberekre, akik ebben szerepet vállaltak. Történetek és történetkék a címe Előd Nóra múlt héten a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben bemutatott könyvének. Előd Nóra holokauszt túlélő, aki drámapedagógusként segít gyerekeknek több mint 40 éve az önismeretben. A most megjelent kötetem mégsem erről szól, hanem személyes családi történetekről könnyed és felszabadó stílusban, mégis több rétegű üzenettel. Egy nagyon szórakoztató, nagyon kedves könyv, ami tele van életforgácsokkal. Ablakot nyit a történelmünknek, a magyar történelmnek, illetve az elmúlt évtizedeknek olyan kis apró aspektusaira is, ami érdekes. Ezek a történetkék, ahogyan ő nevezi őket, egy korábbi könyve megírásakor kerültek felszínre, és elmondása szerint óriási öröm volt ezeket megírni. A Hét színvirág című előző könyvem a tulajdonképpeni életrajzi kötet. Gyerekeim rajzoltak 70. születésnapomra 7 színes szirmot, mindegyikre más-más évtizednek a történelmi eseményeiből írtak föl, és nekem játékban ki kellett találni, hogy melyik évtizedről szól, és elmondani, hogy az én életemben az az évtized mit hozott. És annyira meghitt és hangulatos és jó volt, hogy elhatároztam, hogy amit itt elmondtam spontán, azt leírom átgondoltabban. Felhőtlen, derűs kisgyerekkor, egy szerető szülőkkel, nagynénikkel, nagybácsikkal, jópajtás unokatestvérekkel kibélelt meleg otthonban. Egy megcsonkult, férfiak nélkül maradt munkaszolgálat, tifusz, végelgyengülés, ám megárult unokatestvérekkel bővült család újrakezdése egy törhetetlen erejű, magát és környezetét mindig talpra segíteni képes anya körül. Mozgalmas, mozgalmári fiúkor, ma dísz, vitt, orosz iskola, teljesít a kommunizmus eszméjében és megtestesítőiben, többek között azzal a mögöttes meggyőződéssel, hogy ez az a ideológia és ez az a rendszer, amelyben nincs, nem létezhet zsidó és zsidó kérdés. Ennek az írása közben eszembe jutottak olyan kis frappáns történetek, olyan, amit ma sztorinak szoktak nevezni, és ezeket írtam meg ebben a mostaniban. Azt hiszem mindegyik pontosan azért kívánkozott papírra, mert úgy kibudjant belőlem jó kedvemben, szóval millió alkalommal kezembe kell vennem. Mindig belemerülök, nem tudom letenni a saját könyvemet. Persze egy több mint 8 évtizedet felölelő életút történeteit megírni rengeteg dilemmával jár együtt. Nóra első könyvének írásakor szembesült a személyes történelmének újraértelmeződésével és a történetmesélés ellentmondásaival. Úgy írjak, ahogy akkor láttam, vagy úgy írjak, ahogy most látom, szépítgetés-e, ha úgy állítom be, ahogy most látom, ment önmentegetés-e, hamisít-e, szóval leginkább azt kéne, és az a cél, hogy úgy írjak a mai szememmel, hogy ne tagadjam meg az akkori énemet. Az ő életében ezek történelmi, politikai és morális szembesülések. Amikor egyszer már a Kádár korszakban megkérdezte tőlem egy tanítványom, hogy én mit gondolok a KISZ
tevékenységéről, mert hogy ő volt az iskolai tisztitkár, és egy kiránduláson mellém sodródott, és ezt találta kérdezni. És akkor én azt mondtam, hogy szerintem egy jó osztályfőnöknek pontosan ugyanazt kell csinálni, amit ők KISZ-nek neveznek, hogy kirándulni, hogy kultúra közelbe sodorni, hogy ablakot nyitni. Na most, hogy én ezt a korszakot és ezt a mondatot hogyan vállalom, hogy láttam akkor, hogy látom ma, az nem nélkülözheti az átgondolást.